10 éve nevezték el Antal Józsefről az Európai Parlament egyik brüsszeli épület szárnyát. A rendszerváltás után első magyar miniszterelnökre emlékeztek magyar és más nemzetiségű tisztségviselők Brüsszelben. Beszédet mondott többek között Szájer József, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, az Európai Néppárt alelnöke. Egy olyan politikus volt, aki gyakorlatilag a 90-es évek elején a rendszerváltozás során a semmiből létrehozott egy pártot, és ebből a pártból egy erős kormányzó pártot csinált. És amíg ő élt, 93-ig össze is tudta tartani, ez egy erős koalíciót alkotott. A rendszerváltásnak a legfontosabb törvényei az ő időszakában születtek meg. Ő egy kereszténydemokrata politikus volt, nagyon határozottan kiállt a kereszténydemokrata értékek, Magyarország nemzeti identitása mellett, és természetesen az Európai Uniós csatlakozás mellett is, nem véletlen, hogy az Európai Parlament egy külön épületszárnyat nevezett el róla. Takács Szabolcs, a magyar miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára szerint ma már nincsenek olyan politikusok, mint amilyen Antal József volt. Ön hogyan emlékezik Antal Józsefre? Milyen politikus, milyen ember volt ő? Antal József azt gondolom, hogy az európai politikusoknak egy olyan képviselője volt, akik ma sajnos Európában nincsenek jelen. A hagyományos európai keresztény, konzervatív, polgárközeli értékeket képviselte, aki képes volt az egyesítésre, az egységesítésre, képes volt meghallgatni más véleményt is. És azt gondolom, hogy a mai európai politikából hiányoznak az ilyen emberek, mint Antal József, vagy mondjuk Helmut Kohl voltak. Mit tart a legnagyobb erényének? Miért kaphatta a nevét ez az épületszárny? Azt gondolom, hogy a nevét azért kapta az épületszárny, mert Antal József tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Európa, az európai kontinens újraegyesítéséhez. Minket, magyarokat, azt gondolom, hogy azért sokan úgy látnak és úgy emlékeznek ránk, vagy úgy tekintenek ránk, mint akik valóban ebben az egyesítésben nagyon nagy szerepet játszottak. Ugye egyrészt a vasfüggöny lebontása, amely jelentős mértékben hozzájárult a német újraegyesítéshez, és az egész kontinens újraegyesítéséhez. Antal József tudott élni egy komoly történelmi lehetőséggel. Megfelelő testtartással, felkészültséggel, bátorsággal, megfelelő emberi minőséggel, morális tartással és megfelelő alázattal tudott ez a kérdéshez viszonyulni, és úgy látta, hogy a kihívások az egy olyan lehetőséget teremtenek, amelyben tudunk fejlődni. Ezek a politikusok a mai európai politikában nagyon hiányoznak. Ma szomorú a dolog, de sajnos azt kell látni, hogy sokan úgy gondolják, hogy a demokráciában csak egy gondolkodás, egy vélemény lehet. Vélemény monopólium van, hogyha valakinek más véleménye van, mint a brüsszeli bürokratikus elitnek a véleménye, azt azonnal antidemokratikusnak bélyegzik meg. Antal József nagyon szomorú lenne, hogyha ezt látna, ami ma zajlik Európában. A brüsszeli megemlékezésen ott volt Antal József egykori magyar miniszterelnök fia, Antal Péter is, aki éppen 10 éve létrehozott Antal József tudásközpont igazgatója, Orosz Ildikó kérdezte. Mire fekteti a hangsúlyt az Antal József Tudásközpont? Az Antal József Tudásközpont idén 10 éves, és első, hogy a tehetséggondozás, tehát azok a hallgatók, akik gyakornokként bekerülnek hozzánk, azoknak egy lehetőséget nyújtani, hogy a nemzetközi kapcsolatok építésében, könyvkiadásban, konferenciaszervezésben tanulhassanak és előre jussanak. Úgy tudom, hogy az egyik célja az önök szervezetének, alapítványának az, hogy az Antal József szellemiségét tovább éltessék. Hogyan teszik ezt? Ez az euróatlanti elkötelezettség, ez nagyon fontos, de ugyanakkor meg ugye egy új világrend van kialakulóban, tehát foglalkozunk a Kínával, Afrikával, Észak-Afrikával, tehát nagyon sok más témával is, ami közel-kelet, stb., ami érinthet az új világrendet. Én ugye a fia Antal Józsefnek, az ön emlékezetében hogy él, mint családapa is, meg politikus is? Igen, ez egy nehéz ügy, mert néha nem tudom a fejembe ketté választani, mert ami másnak a híradó volt, az nekünk a hétköznapok. Bár néha sokkal többet láttam a híradóban apámat, mint otthon, de azért ezt nagyon sokat lehetett tőle tanulni, és nagyon, ugye több mint 25 éve halt meg, de beugranak azok, amiket 25-30-40 éve ezelőtt mondott a világról, az átalakulásról, a hazafiságról, a jövőképről, nagyon nagy örökség.
Most itt vannak, ugye az Antal József épületszárnyban. Hát milyen érzés ez? Hát, hogyha itt elnézünk, akkor a szobor mellett az írógép, az apámnak volt az írógépe, és én, hát ugye úgy volt, hogy a gyerekszoba, hát bocsánat, tehát az volt, hogy a gyerekszoba rálátott az apám szobájára, és az egy ilyen emlék nekünk, hogy azon mindig valami mindig írt rajta, és hát azon készült a kormányprogram is.